Úgyhogy nagyon sok mindenen kell gondolkoznom az utóbbi időben, és nyilvánvalóan azon is, hogy engedsz el, hogy viszonyulsz ehhez, és nem csak a saját halálod, hanem a gyerekeiddel való kapcsolatod. Nagyon érdekes. Hogy mindent meg kell beszélni. Hát de nem tudsz mindent megbeszélni. Az nagyon fontos, hogy mire a vége közeledik, mindent rendezel magad körül, és ha lehet, mondjál le mindenről. Mondjál le mindenről? Igen, nem, semmire nincs szükség. Nincs? Nincs. Pakolsz, és rájössz, hogy semmire. Most anyagi javakra gondolsz, tárgyakra? Igen, igen. Ezek mind cafrangok, ahogy mondod. Teljesen lényegtelen. Mi fontos akkor? Az emlékeid. Szerintem az emberi kapcsolataid, az emlékeid, amit az a film, amit le tudott forgatni, az volt fontos. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Jakubcsek Gabriella, újságíró műsorvezető. 2 évet járt a Színház és Filmművészeti Főiskolára, de nem fejezte azt be. Rájött, hogy nem lenne jó színész. Az ELTE-n tanult művészettörténet magyar és általános nyelvészet szakon. Dolgozott a Magyar Televízióban, tanult Párizsban a Nemzetközi Újságíróiskolán. Majd a TV2 és a Danubius Rádió meghatározó arca, sztárja lett. 2011-től ismét a köztévé munkatársa volt, létszámleépítésre hivatkozva felmondtak neki. Máté Gáborral kötött első házasságából 2 felnőtt fia van, második házasságában 1 lányt nevelnek. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt szertartásosan aktuális vendégemnek. Ezen a papíron fogalmak szerepelnek mindannyi, aktuális vendégemnek, Jakubcsek Gabriellának életének egy fontos aspektusára, idézetére, fontos szereplőjére utal. Én nagyon úgy gondolom, hogy most is talányosan és rejtjelesen azt megfogalmazva. Szóval nem biztos, hogy Jakubcsek Gabriella például fogja tudni, hogy egy-egy fogalom mire is utal. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választhat. Na azt hogyan kell? Másik szerepben. Sosem lesz vége. Megmérem magam. Nagyítás. Keresztbe a világot. Szőnyegbombázás. Szörnyeteg. Ezt is tudni kell. Mindig ezt választom? Úgysem. Betölthetetlen. Meg kell állítani. Korrigálnom kell. Útelágozás. Jóban, rosszban. Hát tényleg föladtad a leckét. Csalafinták, tehát még megtévesztő szándék is van benne, hogy ne találd ki, hogy mi mire utal. Ez sikerült. Melyikkel kezdjük? Melyik legyen? Figyelj! A szörnyeteggel. Arra néztem rá. Az egy idézetre utal, és szerintem ez a főiskoláról, tehát a színművészeti főiskoláról való távozásodra utalhat. Azt mondtad, szembesülni kellett azzal, hogy micsoda trauma, ha nem te kell lesz, ha nem téged választanak. Nekem ehhez szükségem volt arra, hogy teljes egészében eldobjam a rám nehezedő, engem folyton kontrolláló egómat. Ha az ember enged ennek a szörnyetegnek, akkor könnyű prédájába válik mindenféle átkos tulajdonságnak, a keserűségtől a féltékenységig. Azóta könnyebb és örömtelibb, nyitottabb az életem. Te akkor elgonoszodtál egy kicsit? Szerintem én rettenetesen bizonytalan voltam magamban. Én azt se értettem, hogy miért engem választanak, vagy ha nem engem választanak, miért nem engem választanak. Nem tudtam, mik a választási szempontok, kinek kell megfelelni, kinek kell tetszeni. Mindenkinek tetszeni kell, attól én nagyon megijedtem. Miért? Mert én tulajdonképpen nem láttam magam különösebben, hogy én milyen lány vagyok. Szerintem én teljesen más gondoltam magamról, amikor felvételiztem, mint ahogy engem láttak. Miért? Milyennek gondoltad magam? Én sokkal zárkózottabb lány vagyok, mint amilyennek látszottam, és van bennem egy hallatlan extravertáltság is, és én egy ilyen mély, értelmes lánynak gondoltam magam, és kifelé egy dögös, vörös bombázó voltam én még akkor. De miért kellett ezt mutatni akkor? Kellett mutatni, így néztem ki. De a külső és a belső az egyáltalán nem volt szerintem szinkronba
akkor önmagammal, meg az én gondolataimmal sem. És ezért jutottunk el odáig, hogy a másfeledik év végére én retteltesen lefogytam, és retteltesen befelé fordultam, és el kellett jutni odáig, hogy el kelljen velem beszélgetni a Székely Gábornak, Zsámbéki Gábornak, illetve Major Tamásnak, hogy akkor kicsi lány, akkor most itt mutatjuk magunkat, vagy a köldökünket nézzük. A színésznői repertoár az a külsőségeken is alapul, meg az eszköztáron. És belőled én mi hiányzott? A bátorság leginkább. Megmutatni magad? Megmutatni magam, így van. Tehát azt szemérmesebb és gátlásosabb voltál. Nagyon, nagyon, nagyon. Pont nagyon érdekes volt, mert most egy színházi premiéren találkoztam a volt tánctanárommal a főiskolán, aki odajött hozzám, és csodálatosan kedvesen megölelt, és mondta, hogy mennyire szeretett engem a táncórákon. De hát én ott is százszor meggondoltam, hogy milyen mezbe megyek ki, és mennyire teszem oda magam mondjuk egy jó táncnál. Tehát én mostában nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mióta merek táncolni. Mióta merek nagyon táncolni, és az a körülbelül az elmúlt 6-8 évre tehető. Mi hogy történt akkor? Nem tudom, valami felszakadt, valamit én elengedtem magammal kapcsolatban, hogy majd hogy nézzek ki, meg mit gondolnak. Előtte mindent úgy megfontoltál, kontrolláltad a mozgásod? Igen. Ne legyen nagyon kihívó, ne legyen nagyon ilyenes, olyanos, olyan-e, ilyen-e. De téged valaha foglalkoztatott az, pláne ennyire, hogy ki mit gondol rólad? Hát igen. Hát szerintem foglalkoztatott. Hát egészen 6-8 évvel ezelőttig. Nem, a tévés karrieremben már nem, de mint színésznő foglalkoztatott. Persze, hát én próbáltam magam valóban berakni. De még tánc közben is gondolkodtál azon időként? Persze, úgy nézek ki. Csinos az. Szép az, jól csinálom. De ez nem gátja a fesztelenségnek? Dehogy nem. Alkalmatlanná tesz a pályára. De most nem csak arról beszélek, hogy a tánc, azt mondod, hogy 6-8 évvel ezelőttig azért számodra ez egy nehezített terep volt. Ez annyit jelent, hogy általában véve is nagyon figyeltél arra, hogy mikor, hogy viselkedsz? Igen, próbáltam nagyon erősen meghatározni az én civil létemet külön a munkámtól, és nem nagyon szerettem nyilvános helyeken elereszteni magam. De azon mi a baj? Szerintem egy közszereplőnek azért erre figyelnie kell, ha nem is kontrollálni magát, de egyfajta mintát azért nem árt, ha ad. Mi mindenről kellett imódon, nem azt mondom, hogy lemondani, de figyelemmel lenni rá. Nagyon sok mindenről. Szinte mindenről, ha ezt kérdezed. Szinte mindenről. Tehát az én civil életem az egy zárt életté vált. Ez mondjuk inkább az előtti 10 évvel, tehát mondjuk a kereskedelmi időszakra vonatkozik, tehát amikor ez mondjuk a Danubius Rádió és a TV2 15 évére, amikor reggeli főműsoridőbe és esti főműsoridőbe mindenhol te vagy, mindenhol megmérettetsz, minden mondatod visszacseng valahonnan, ha más nem olvasod a bulvárból. Mindig mindenhol azt figyelik, hogy te kivel vagy, hát ha mással, mint amit gondolnak, mit csinálsz, hogy öltözöl. Ebbe bele lehet kattanni? Nem lehet nem. Bele. Én azért sose kattantam ebbe bele, se az online térbe való kritikákba, nem. De arra nagyon kellett figyelnem, hogy ha én szórakozni akarok, akkor azt nem nyilvánosan vagy, nem itthon tettem, hanem elmentem külföldre, szóval azért én erre figyeltem. Ugye legutóbb az ATV-n voltál. Igen. Az közös megegyezéssel történt, ők nem akarták már a folytatást, vagy neked lett eleget? Nem, közös megegyezés volt. Tehát mind a ketten úgy éreztük, hogy a Jakubcsek Plusz nagyon nagy sikerrel futott 3 évig. Tehát az egy napi talk show volt. Ez egy pici televízió, nehezen tudták már fenntartani, az érezhető volt, nagyobb stáb kellett volna, hogy értsd, és ott egy nagy döntést kellett hozni a televíziónak, hogy most előre menekül vagy vissza, és akkor jött egy tartalék megoldás a heti műsorral, az nem az én műfajom volt. Mi volt ott nem jó, ami máshol működött? Az egy bulvárműsor volt. Értem. Az egy bulvárműsorrá vált egyértelműen, és direkt ketté venném a szórakoztatót és a bulvárt, az egy bulvárműsorrá vált, abban én nem annyira éreztem jól magam, kölcsönös volt az a megállapítás, hogy ezt nem kellene annyira erőltetni, az én műfajom most nem tud menni a napi talk show, és az egy közös megállapodás volt. Fogsz még te televíziózni, szerintem? Ja, nem tudom. Hát én már annyiszor voltam ilyen helyzetben, hát már az életemben összeszámolnám, hogy hányszor volt olyan, hogy valami véget ért, és utána volt egy kis szünet, és én agyaltam azon, hogy én tudom, hogy mit szeretnék.
Most tudod? Abszolút. Mit szeretnél? Hát azt nem mondom el, de neked majd elmálulom, de tudom, de nagyjából tudom, hogy mi az, ami érdekel. Uh-huh. Tehát azért én még ringbe szállnék, de a televízióért csak úgy magáért nem. Nem. Ringbe szállnál, ez rajtad múlik, hogy ringbe szállsz-e, vagy külső körülményekkel? A kettő együtt van. Kettő tehát együtt. Az ember azért kap olyan megkereséseket, amiben lehetne televíziózni. Azóta is kaptál többet az ATV óta? Televíziózni lehetne, uh-huh. hogy így mondjam. Vagy YouTube-ozni lehetne, tudod? Tehát ilyenek vannak, de nem úgy, és nem azt. Uh-huh. És azt én megvárnám, hogy valami olyan jöjjön, ami még izgalmas, vagy jó körülmények között van. Válasszunk kérlek egy másik témát. Na, akkor betölthetetlen. A betölthetetlen az édesapádra vonatkozik. Igen. Akit te korán elvesztettél, mennyi idős voltál? 9 éves. És ugye mi egyszer már beszéltünk erről, igaz, nem olyan kimerítően, és az nagyon megmaradt bennem, hogy azt mondtad, hogy nem is nagyon emlékszel. Nem. Még olyan ölelésre se nagyon. Nem. Ez rajta múlt? Nem tudom. Az ő személyével nem volt probléma, tehát az apaságával nem volt probléma. Az anyukám persze sokszor mesélte, hogy mennyit bulizott, meg sokat volt külföldön. Szerintem az átlagos férfiak általában bármelyikére ez simán illhet. Tehát a velem való viszonyában nem volt semmi olyan, amitől nekem ne kéne ráemlékezni. Talán az együtt töltött idő hasznossága, vagy eredményessége volt az, ami miatt én nem emlékszem rá. Tehát nem voltunk eleget együtt, és abból azért ne felejtsd el, 9 éves voltam, amikor meghalt, abból legalább 3 évig már nagyon beteg volt. Tehát amikor én visszaemlékszem, az majdnem 6 éves koromig datálható, a közös nyaralások talán, és onnantól kórház, orvos. Tehát én csak erre emlékszem gyerekként. Te tudtad, hogy ennek vége lesz? Nem. Abban az időben ez nem volt nyílt beszélgetés tárgya, mint ahogy még a halál sem. Tehát én szinte akkor tudtam meg, hogy meghalt a papám, amikor váratlanul az édesanyám fekete ruhába bejött az iskolába. Tehát ennyire így nem volt meg. Így. Tehát rögtön ennyire tudtad, nem. Hogy el kellett mondani? El kellett mondani. Hát elmondta, ő elmondta, és aztán kifejteni a francia keresztanyám fejtette ki, aki ezért érkezett haza, tehát minden olyan különös volt körülötte. Nem volt szó, ez a tabu téma volt, a betegség, az elmúlás, a halál, a beteget látni. Hát eleve úgy voltak a kórházak kitalálva, hogy nem mehetett be egy 9 éves gyerek, vagy 10 éves gyerek csak vasárnaponként egy órára a kertbe. Tehát nem szembesültem az állapotokkal, a gyerek nem szembesült az igazsággal, nem láttam a temetést, nem voltam ott a temetésen, tehát nem láttam, hogy az édesapámat eltemetik. Ezt jó döntésnek tartod? Nem vittek nem tartom. Utólag nem tartom, mert az egész temetővel való viszonyom ettől egy borzasztó viszony, és van is egy ideológiám arra, hogy én magamba őrzöm meg ezeket az emlékeket, és teljesen más, hogy lázadok halottak napján is, gyertyákat gyújtok, és máshogy emlékezem, mint más. Nem is jársz temetésekre ebből fakadóan? Nem tudok nagyon. Nem. Csak a nagyon közeli barátaim, most nagyon sok közeli barátom, kortársam hal meg, és oda elmegyek tisztelettel a család felé. De valójában nem magam miatt megyek el, vagy hogy mondjam, magamba megőrzöm az emlékeiket. Úgyhogy nekem ilyen értelemben sokkal inkább a hiány az, ami emlékeztet a papámra, hogy milyen klassz lehet annak, akinek van apja, vagy látom a gyerekeimen, hogy milyen jó a viszonyuk az édesapjukkal, vagy mennyire fontos nekik, hogy ők vannak, vagy látom a fiaimon, hogy mennyire jó apák. És az fantasztikus, hogy úristen, milyen jó dolga van az én unokáimnak. Anyukád nem ment férhez? Nem, soha többet. Pedig volt kérője, úgy tudom. Hajjaj, hát ő egy kapos menyecske volt, de soha. És ezt ebből mindig ideológiát is csinált, hogy ő ide nem hoz másik férfit, inkább ő ment el. Uh-huh. Tehát amikor ő élni akart valahol, vagy volt valami kalandja, akkor, ha mondjuk én már akkor nagyobb voltam, akkor inkább ő költözött oda, vagy ment ki külföldre, vagy szóval. Neked nem is volt ilyen értelemben pótapukád, vagy apaképed? Soha. Azért az nagyon komoly hiány, nem? Igen, na de nagyon hamar pótoltam a saját családommal, tehát én nagyon hamar mentem férhez, 20 éves voltam, 21. A kettő valahol össze is függ szerinted? Biztos. Egy napot nem éltem egyedül.
Biztos, biztos, hogy összefügg. Fél ilyenkor az ember egy kicsit a magánytól? Nem tudom, mi az, hogy magány, mert szerencsére sem mint nő nem voltam soha egyedül, sem mint élettérben sem éltem soha egyedül. Nem volt mitől félnem. Inkább nagyon ragaszkodó vagyok. Inkább azt mondanám, hogy néha még a rosszat is tovább húzom, mint kéne. Miért? Mert mindig azt hiszem, hogy tudok rajta változtatni, és az esetek többségében tudok rajta változtatni. Igen. Máshonnan, megpróbál máshonnan nézni, és tényleg egy csomó mindenen lehet változtatni. Mondasz egy példát, ami még ránk magánélet. Tartozik? Magánélet. Magánélet. Nincs olyan ember, akinek nincs a magánéletébe törés, akit nem csalnak meg, akit nem hagynak el, aki nem, nincs olyan időszaka, hogy ne párhuzamosan menjen az élete valakivel. Ez nem az én jelenemre vonatkozik, hanem a múltjaimra vonatkozik, tehát a régi férfi kapcsolataimra vonatkozik. Ilyen nincs, akkor az borzasztó nagy törés, de ha mindig mindent kidobnék az ablakon, és ha így visszagondolok arra, hogy hány értékes kapcsolatom volt, ami meg lehetett sértődni, ott lehetett hagyni, abban majdnem mindig, amikor ez megtörtént, benne volt, hogy én már tovább akartam állni. De én akartam tovább állni. De ha én meg akartam menteni, akkor általában az is nagy valószínűséggel azt lehetett menteni még. De az önfeladás, vagy jó pedagógiai érzékkérdés, hogy a másikat vesszük rá arra, hogy korrigáljon? Miért önfeladás? Miért nem az úgy gondolkozunk, hogy ez nekem jó, vagy nem jó? Hát ha eleve azt gondoljuk, már elgondolkodunk rá, hogy lehet, hogy befejezünk valamit, akkor az olyan nagyon jó nem lehet? De nem biztos, hogy te akarod befejezni, lehet, hogy egy olyan helyzet elé állítanak, ami az egód által befejezésre kényszerít. Vagyis, hogy megsértődünk. Megsértődünk. Te ilyen voltál, sértődés? Volt, amikor megsértődtem, abból ki is léptem az előző házasságomból, akkor ott az ego kérdés volt. De ha úgy jobban belegondolok, ha nem sértődsz meg, a dolgok nagyon sokszor megoldódnak nagyon hamar maguktól. És lehet, hogy jól, mert utána egy egészen más tárgyalási alapról indul valami tovább. Szóval nagyobb mozgástere van az embernek ebben, mint hogy csak az egójára hallgasson. De ezt utólag látjuk. Ja, persze. Én legalábbis ezt 30 évesen nem így gondolkozol. Akkor a vére... Forró fej, persze. Így. Nagyon forró fej az ember, és azt gondolja, hogy méltánytalanság éri, velem ezt biztos nem csinálják meg. Aztán lehet, hogy 5 év múlva már nagyon más perspektívát képes biztos, hogy igen. De ha jól sejtem, ez is az a szituáció volt, hogy azt mondtad ebben a korábbi interjúban, hogy ott még lehet, hogy te egy kicsit küzdöttél volna azért a kapcsolat. Igen. És sokszor gondolom így utólag már, hogy azért kellett volna még küzdeni. Muszáj ezeknél a pontoknál megállni. Én azt vettem észre magamon, hogy azért ezeket így, hogy mondjam, álljunk meg egy pillanat, és akkor azért gondoljuk át, hogy itt jól cselekedtem-e, vagy nem. Ma hogy cselekednék a mai fejemmel, mert az sok mindenre megtanít, de előre kell nézni. Jön a következő nap, a következő reggel. Nagyon sokan élnek visszafele. Nagyon. Te könnyen zsilipelsz? Nagyon. Igen? Igen. Azt tanulható szerinted? Uh-huh. Ez egy szerintem technikai kérdés. Hogy kell csinálni? Így, hogy mint a kosárlabdába, bele kell állni a büntetőbe, tehát amikor a büntetőt dobsz, akkor megvan az a mozdulatsor, amivel kis terpeszt veszed, kitámasztod a kezed, elindítod a csuklód, és ahova nézel, a labda oda fog menni, és bele kell állni. Tehát alulról fölfelé. Legalábbis ez a mozdulatsor, és ez minden sportban, aki sportolónak megvannak ezek a mozdulatsorai, szerintem lelkileg is megvannak ezek a mozdulatsorok, hogy mi az, amivel végig tudod magad vinni azon, ami történt veled. És amikor a labda már elrepült, onnantól neked már nincs dolgod. Az már csak konstatálnod kell, hogy az gyűrűre ment, vagy hálóba. Hát, ha az egy fontos büntető volt, ami mondjuk... És vállalod a következményét. Igen. És ha mondjuk a bajnokság is ezen ment el, akkor az elgondolkodsz rajta. Hát akkor elmorzsolod a könnyeidet a kispadon. Igen. Szó szerint. És az hogy kell lezárni utána? El kell siratni. Uh-huh. Jó nagy sírással. El kell siratni. Neked volt olyan, ami olyan nagyon hosszú sírással? Tehát nem csak párkapcsolatra gondolok. Én nagyon síros vagyok. Tényleg? Én nagyon síros vagyok. Én úgy kisírom magamból, és aztán nagyon. Én nagyon gyászolós vagyok. Az MTV-től való eljövetel az ilyen ott hosszú sír? Ott nem sírtam. Ott belebetegedtem. De nem sírtam. A kettő valószínű, hogy össze is függ. Sőt, az volt a nagyon érdekes, hogy először fogalmaztam azt meg magamnak, hogy én most miért nem sírok. Tehát, hogy nem, hogy nem sírtam, hanem mindig máskor ennél sokkal kevesebb fájdalomért sírok, az annyira dühössé tett,
annyira méltatlannak ér, és igazságtalan, az igazságtalansága miatt, hogy azon nem volt mit szomorkodni. Az igazságtalanság erőt ad ám, tehát abba ott az ember inkább azt érzi, hogy hú, na, eddig és nem tovább. Az méltatlan volt, ott nem volt sírás. Egy könycsepp nem jött ki, képzeld el. Azóta se? Egyszer se? Egyszer se. De meggyászoltad te azt? Meg, mondom, belebetegedtem, szó szerint fél évig majdnem tüdőgyulladásom volt, tehát nem véletlen, hogy amikor azt mondják, hogy melledre szívott, igen, tudod? Tehát, hogy alig tudta kikezelni, tehát annyira beteg lettem, annyira lement az immunrendszerem, mindenem, tehát annyira merre szívtam, ahogy ezt szokták mondani. Szedtem az antibiotikumot, és folyamatosan azon agyaltam, hogy mi történt. Akartam tudni, érteni, megbeszélni, másokkal persze, mert hát hisz ott nem lehetett, ott nincs nyílt kommunikáció, és megérteni, hogy hogyan tovább. És nagyon nagy erőt adott. Nekem nagyon sok mindenre megtanított az. Például? Nemet mondani. Nemet mondani. Nemet mondani. Méltatlan helyzetekre, vagy mire gondolsz? Megérteni, hogy milyen szándékok vannak, milyen kiszerűségek vannak, mi az, amire figyelnem kell mostantól, hogy abban még véletlenül se fussak bele, sokkal hamarabb jelezzek, ha valami nem jó, ha valamit érzem, hogy presszionálnak rajtam. Mert ott te húztad. Nagyon húztam, dugtam a fejem a földbe. Éreztétek ti azt, hogy ennek jó vége nem lesz, aztán inkább a gitárú hirtelenségének elpattanásával történt mindez, és ez kavarta föl ott az állóvizet. De majdnem, hogy ennyi idő után most már azt is kimered jelenteni, hogy lehet, hogy kellett is a személyiségfejlődésed? Biztos. Én nagyon nagy... azért nem mondom, hogy hálával tartozom, már egy kicsit, mert azért az ember azt nem tudjuk, hogy hány sejtet ölt meg az emberbe egy ilyen tragédia szakmailag, de hogy rajtam segített, hiszen onnantól kezdve nekem sokkal könnyebb lett a szakmám, mint az előtt volt, vagy mint mondjuk abban az időszakban, de egy év elteltével nekem egy csodálatos időszak kezdődött, egy teljesen más televíziózással, teljesen más attitűddel, és a világnak nincs vége azért, mert egy ilyen megtörténik az emberrel. No, válaszunk kérlek egy másik témát. Na, ezt is tudni kell. Hát ezt, minthogyha a mostani témából vezettük volna át, az ezt is tudni kell a nemet mondás képessége, mert hogy például te azt hiszem a kormány szóvivőségre, igen, és a heti hetesre. Igen, erre a kettőre nemet mondtam, így van. Jó döntés volt? Jó. Azt azóta is tudom, hogy jó döntés volt. És azóta, hogy látom ennek a következményét, hogy akik ezt csinálták, milyen nehéz helyzetekben vannak, abszolút nem nekem való. De miért vannak nehéz helyzetben? Mire gondolsz? Mert megosztóak lettek, és én sose voltam megosztó. Tehát elveszted az ország felének, igen, minimum a felének a szimpátiáját. Ez így van. Ezt mérlegelted, amikor nemet mondtál? Igen. A heti hetes esetén is? Igen. A heti hetes esetén is ezt mérlegeltem, és azt mérlegeltem, hogy én akkor a pályám csúcsán voltam mindkét esetben, amikor ez a döntés született, tehát amikor az ember ott ül egy főműsoridőben, és 6-700 ezeren követik estéről estére, és ugyanennyien mondjuk reggel, azt oszd el nyugodtan kettővel. Ez ego kérdés, hogy abba beülsz-e. Ezekben a műsorokban az ego kérdése, ez nem szakmai kérdés. De mondjuk a kormány szóvívőség akkor biztosan az volt. Azért jól esett a hiúságod. Nagyon. Igen. Hogy szakmailag esett jól. Szakmailag esett, igen, jól. Szakmailag jól esett a felkérés. Ilyenkor a miniszterelnöktől jön a felkérés? Igen. Gyurcsány Ferenc volt akkor. Igen, de előttem Egyesivel is ültem egy hasonló körben, akinek szintén eszébe jutott ilyen módon. És most itt nem a pártállás, hanem a személyiség az érdekes, hogy milyen körben gondolkoztak, amikor maguk köré embereket választottak, ez régebben volt. Ma hangsúlyozom, nem az oldal kérdése volt, mert akkor éppen ez adódott, akkor nyilvánvalóan ők abból merítettek, akik épp akkor a placon voltak. Mindkét esetben azt mondtam, hogy nem. Igen. Erre hivatkozva, hogy akkor te... Arra hivatkozva, hogy egyrészt nem akartam a gyerekeimet kitenni, talán furcsa lesz, amit mondok. Tehát igenis a magánéletem védelmében. Hogy ne kapjanak nemtelen támadásokat? Igen.
Az anyjuk vélelmezett politikai állásfoglalása miatt. Vélelmezett politikai állásfoglalása miatt. Tehát semmilyen módon nem akartam bevonni a családomat, és behúzni a családomat egy ilyen politikai szerepvállalásba. Biztos ezt más-máshogy mérlegeli. Tehát lehet, hogy úgy mérlegeli, hogy ez nem erkölcsi kérdés, hanem anyagi kérdés egy ponton túl. Sose érdekelt a pénz ennyire. Furcsa lesz, amit mondok, de soha nem érdekelt a pénz ennyire. Tehát pénz annyira érdekel, amennyire a hiányát nem akarom megérezni. De az, hogy nekem 3x-el legyen több, vagy hatalmam legyen, soha nem érdekelt. Volt is olyan ajánlat pályát során, ami úgy, hogy mondjam, káprázat bejti az embert? Volt, mindig van olyan ajánlat. Akkor is ilyen szempontok mentén mérlegeltél, hogy mi mit ér meg, és a igen, pénz? Igen, hogy megéri az én lelki békém. Uh-huh. Az én lelki békém megéri, igen. Meg te a gyerekeim lelki békém megéri. Neked női műsorvezetőként volt, ha volt, mondjuk olyan, akire úgy tekintesz vissza, mint, nem tudom, ez jó kifejezése, veszélyes szakmai vetélytársad volt? Hát nem, nálam csak 15 évvel fiatalabbak a szakmai vetélytársaim. 15, de inkább több. Nem is láttál korosztályodban olyat, akivel kapcsolatban úgy méreckedhettetek volna? Figyelj, méreckedni lehetett a köztévén, mert ott mi nagyon sokan indultunk el. Tehát amikor mi a 90-es években a Hankis Hellemér megnyitotta a kapukat, és visszahívta ezt a generációt Schwabitól Keresztig, Altoriai Anitától, Szili Nóráig, Bárdostól, nem tudom, nem is tudom kitnek, Bende Gyöngyig, tehát hogy akkor egy óriási paletta volt, és mi mindegy idősek voltunk úgy nagyjából 10 évvel, éve, ott is én mondjuk talán az idősebb. Tehát ott azért volt egy rivalizálás, de inkább, hogy mondjam, volt egy rivalizálás, de a jó munkákért volt a rivalizálás. És nem egymás ellenében. Nem egymás ellenében. Ott annyi munka volt, hogy inkább az volt a kérdés, hogy ki tudja előbb lecsapni azt a munkát, és ővé lesz az a valami, ami jó. De ott azért mi csapatokba dolgoztunk, és ezek a barátságok többségében egyébként, vagy legalábbis nekem a szakmai barátságaim meg is maradtak ezekből az élményekből. De olyan típusú női rivalizálás, amire te gondolsz, az azért nem volt, mert tényleg nem volt korosztályomban hasonló sem. Akkor a tévében, amikor én ott voltam, tehát a TV2-n, akkor főműsoridőben, hírműsorban volt. De szórakoztatóban nem volt például senki. Szórakoztatóban nem volt? Nem volt. Az RTL meg nem nagyon volt nő. Igen. De mondjuk Kálmán Olga feltűnésével sem láttál olyat, aki úgy nagyon elő nem van. Az, nem ugyanaz a műfajunk az Olgával. És az számított? Szerintem nagyon sokat számított. Azért te is csináltál politikai interjúkat. Én csináltam politikai interjúkat, mégpedig a Mokkában, és a Boldog Időkre emlékeztet, amikor egy olyan reggel le lehetett kezdeni, ahol a Tordjántól, a Navracsicsig, a Rogántól, a nem is tudom, Fekete Pákóig, mert azért majd szélsőségeket. Nagy volt a merítés. De föl kellett készülni, föl kellett kötni a gatyádat, ott kellett lenni, tudni kellett. De az nem ugyanaz, mint amit az Olga csinált egy-egy órában. Te ilyet nem is vállaltál volna? Soha. Nem. Ez nem az én műfajom. Ha már a Mokkát említed, úgy, hogy Havas Henrikkel vezetted ezt a műsort. Is. Az Urákkal, Havas Henrikkel, Csiszár Jenővel. Csiszár Jenővel. Úgy általában véve sok férfi kollégád volt, ugye? Akivel úgy, szinte csak. Te az a típus vagy, aki úgy mindenkivel megtalálod a hangot, vagy kell időszak, amíg a két torony, igen? Kell, és nem vagyok páros műsorvezető a klasszikus értelemben, tehát én majdnem mindig one man show-t csináltam, tehát nekem inkább az volt a nehéz, hogy fölvegyem valakivel a ritmust. Én tudom, én azt magamtól, van egy logikám, megyek, haladok a magam módján, nekem borzasztó nehéz mindig oldalra nézni és megvárni, hogy neki eszébe jusson valami, arról nem beszélve, hogy a páros műsorvezetésben a női szerep alárendelt? Abszolút. Ha fölé rendelté válsz, akkor rettentő antipatikus leszel. Uh-huh. Tehát ott annyira vissza kellett mindig fogni magam, a gondolataimat, hogy néha bosszankodtam, hogy kijöttünk egy beszélgetésből, és elment az udvariaskodással minden, ahelyett, hogy a témát kifeldolgoztuk volna.
persze hangulatában bizonyos műsorok ezt megkövetelik, mondjuk egy reggeli műsor, de ott sem mindegy, hogy hogy működik a páros. Tehát azért, mert odaültetnek egy férfit meg egy nőt, és most ezt látom egyébként minden egyes ilyen műsorban. Az még magától nem fog menni. Az még magától finoman szólva sem működik. Mondasz is egy-egy jellemző példát arra, hogy ki az, akivel ilyen karikacsapásszerűen azonnal megtaláltátok a közös hangot, és ki volt olyan pályát során, akivel mondjuk, hogy döcögősebb volt. Hát figyelj, én a Herikkel mindig tudtam együtt dolgozni, de mi mindig egymás mellett dolgoztunk. Tehát mi együtt, párban, bár egy műsorban voltunk, de nem kellett, hogy így mondjam, egymást inspirálnunk, hanem inkább nagyon korrektül és nagyon jól tudtunk vinni egy reggelt úgy, hogy ez a téma az enyém, az az övé, és egyébként meg közötte nagyon tiszteletteljesen el voltunk egymásról, és ezt én mindig kihangsúlyozom, mert velem mindig így is viselkedett. A Jenővel nagyon jól ment a munka egy bizonyos szinten túl. Ő nem szerette a közéletet, bármely fura, tehát ő inkább a szórakoztató műfajban érezte magát otthon, bár nagyon sokszor, hogy így mondjam, szakmailag ki akarta magát próbálni a komolyabb műfajokban, de valójában az ő humora hozta el neki a népszerűséget, hogy így mondjam, és az lenyűgöző is volt mindig, és nagyon elegánsan tudott osztani, sportember volt, tehát ő tudott poént osztani is. Uh-huh. Ti jóba maradtatok, mióta elment másik irányba a pályája? Hát nem vagyunk rosszba, inkább úgy mondanám, de nem tartjuk azóta szorosan a kapcsolatot. De nem emiatt? Nem emiatt, nem. Eltávolodtatok egymásra, erre szokták igen, mondani. Igen, azt hiszem, hogy valami ilyesmit szoktak mondani. Amit én egyébként mindig sajnálok, mert ha valami van egy szakmai vagy baráti kapcsolat, akkor, és annak vannak jó elemei, akkor azokat úgy az ember úgy sajnálja, hogy azok valahogy eltávolodnak, de ehhez két ember kell. Válasszunk kérlek egy másik témát. Na, úgysem. Az egyik kedvenc témám. Készülgetve most újra belőled, sokatszor beszélgetünk, és igyekeztem új témákat, vagy aspektusokat behozni, és az feltűnt nekem, hogy időnként utalsz édesanyádra, aki szerinted valahogy kishitűvé próbált téged nevelni. Több esetet is kibogaráztam, amikor azt mondta, hogy ez úgyse fog neked menni. Hát te nem is vagy olyan, minek mennél te oda. Hogy ez szerinted a te személyiségedbe, mert ez egy típus, aki így gondolkodik. Tehát ő nem rossz szándékból teszi ezt, egész egyszerűen féltésből. Így van. Vagy a saját maga projekcióit próbálja a gyerekére rá erőltetni. Hogy ez szerinted mit okozott te benned? Hát mindenképpen hosszú évekre elrakott bennem bizonyos vágyakat, amiknek neki sem mertem futni. Ő egész egyszerűen féltett a kudarctól. Az egész színművészetit nem akarta, tehát abban volt a legnagyobb ellenlábasom, és nagyon meglepődött, amikor engem felvettek. De abban a pillanatban, hogy kiderült, hogy felvettek, onnantól támogatott. Tehát, hogy értsd az ő kis hitűségét, azért gondolom, hogy ez félelem volt, mert amikor sikereim voltak, akkor abban már támogatott, de sosem adott bátorságot. Azt hiszem, ez a pontos. Biztonságot adott, de bátorságot nem. Tehát annyira félt, hogy nehogy túlmenjek valamit, vagy nehogy túlpörgessek valamit, vagy nehogy valami olyan, és valószínűleg a léptékek őt meghaladták. Tehát az én sikerem egy ponton túl meghaladta azt, amit ő gondolt, vagy amire ő vágyódott, vagy gondolta, hogy én elérek. És retteltesen féltett ezekben. Pedig ő egy bátor, és nagyon, hogy mondjam, krakéler asszony volt, de mindig arra tanított, hogy ilyen óvatosan, és hát azért ez megmaradtám. Megmaradt? Meg, hát persze. Nem tartod sokkal magad bátornak? Nem, sokkal nagyobb léptékekbe kellett volna gondolkoznom. Mire gondolsz? Mindenbe. Bátrabbnak, harsányabbnak, nagyobbakat kellett volna gondolni. De akkor meg nem biztos, hogy ilyen jól lennék magammal. Uh-huh. Nem lennék ennyire jól magammal, mert akkor lehet, hogy elszálltam volna itt vagy ott, lehet, hogy nagyobb mélységekbe zuhantam volna itt vagy ott. Így meg valahogy az eseményeket le tudom követni. Uh-huh. Ti megbeszéltétek ezt valaha? Nem. Nem? Nem, soha. Nagyon sok elmaradt szál van az édesanyámmal, nagyon-nagyon sok elmaradt szál van. Mondjuk az élettől kaptam egy nagy ajándékot, hogy most, hogy meghalt pár hete. Az utolsó... Bocsánat, ezt nem tudtam. Igen, pár hete. Most pár hete. Nem tudtam. És az utolsó időszakot volt időm végig csinálni vele, és hát fantasztikus volt. Tehát én el tudom azt mondani, hogy olyan
sokat tudtam meg róla, és olyan fantasztikus dolgokat mondott el, hogy elkezdtem jegyzetelni, képzeld el. És sok mindent megértettem így utólag abból, hogy ő hogy működött. És ezek a beszélgetések egyébként kimaradnak az embernek a gyerekeivel. Mert mennek a hétköznapok, mert mi van a gyerekekkel, mert ki mit főz, meg nem működik a nem tudom mi. Tehát, hogy is, ahogy mennek bele a korba az idősebbek, egyre inkább a praktikumok felé megy az élet. És ugye ahhoz minek kell történnie, hogy az életed utolsó időszakába végig jázd az életedet, és ő tényleg filmet forgatott, de valójában is, tehát képzeld el, hogy ő elmondta, hogy egy filmet forgat. Tehát minden nap, amikor mentem hozzá, elmondta az aznapi filmet, amit forgatott. Egyébként az volt a vicces, hogy azt mondta, hogy a Bakács rendezi, amit teljesen irreális volt, de azért, mert tudta, hogy mi annak idején az egyetemen jóba voltunk, és egy filmet forgatott, és tényleg a saját életét beleforgatta, és ezáltal meg tudta fogalmazni azt, amit lát. Csodálatos. Csodálatos. Egy igazi mozit kaptam az utolsó pár hétben arról, hogy mit élt meg, mi képek vannak előttem, amiket elmesélt, képzeld el. Nagy rászmélésekkel jár ez? Igen. Tehát, hogy ezt nem gondoltam volna. Kijöttem, és képzeld el, felhívtam a gyerekeimet, és kijöttem minden nap a kórházból délután, és minden nap elmondtam, hogy aznap mi volt az aranyköpés az anyunak szó szerint. Tehát, hogy mi volt az a mondat, amivel meghőköltem. Tehát amikor valakit kitolnak a műtőből, és éppen alig van magán, és azt tudja mondani, hogy nem minden jó, de minden jóvá tehető kicsikém. Azt és állsz, és ott állsz egy mondattal. És ott állsz egy mondattal, és tudod, hogy baj van. Fantasztikus dolgokat éltem meg az utolsó hetekben. És ebből több is van. Ebből több is van, ami kimaradt mondjuk 60 évig, érted? Nagyon érdekes. Úgyhogy nagyon sok mindenen kell gondolkoznom az utóbbi időben, és nyilvánvalóan azon is, hogy engedsz el, hogy viszonyulsz ehhez, és nem csak a saját halálod, hanem a gyerekeiddel való kapcsolatod. Nagyon érdekes. Hogy mindent meg kell beszélni. Hát de nem tudsz mindent megbeszélni. Lehet, hogy el kell jönni annak az időnek, amikor ezt már így meg tudod fogalmazni egy mondatba. Te ebből ezt a nagyon személyes történet nyomán valamire jutottál, ami változtatni kellene majd neked szülőként? Igen. Igen. Igen, minél több hasznos időt velük eltölteni, bár nem lehet mindig hasznos időt eltölteni, mert a mamám is mindig szeretett volna, de amikor szalad veled az élet, akkor a legkevésbé a mamáddal akarsz lenni, vagy a szüleiddel, igen, hanem már a jövőddel, meg a jeleneddel, igen, meg töltöd be a lukakat, meg az űröket, mert az úgyis adott. Az úgyis ott van. Közhelyek, de próbálok rajtuk valamit változtatni. Az nagyon fontos, hogy mire a vége közeledik, mindent rendezel magad körül, és ha lehet, mondjál le mindenről. Mondjál le mindenről? Igen, nem, semmire nincs szükség. Nincs? Nincs. Pakolsz, és rájössz, hogy semmire. Most anyagi javakra gondolsz, tárgyakra? Igen, igen. Ezek mind cafrangok, ahogy mondod. Teljesen lényegtelen. Mi fontos akkor? Az emlékeid. Szerintem az emberi kapcsolataid, az emlékeid, amit az a film, amit le tudott forgatni, az volt fontos. Ő, amikor ezt leforgatta, vagy visszanézett, az övé az egy ilyen elégedett és boldog film volt? És szerintem igen, ő nagyon happy volt az utolsó időszakban. Igen. Hát ennél nagyobb nagyon ajándék nincs szerintem, nem, amikor nincs, valaki nem, leforgat nincs, semmi keserűség nem volt benne. Semmi. Semmi. Az nagyon ért. Neki volt mire emlékeznie. Az egy nagyon fontos dolog volt, hogy ezt az egyet, hogy az élmény, meg az, hogy te jóba légy magaddal, és hogy ne legyenek haragosaid. Tehát, hogy ezekben a filmekben nem voltak haragosok. Ez szerinted az ő emlékezetének a rostáján múlott, hogy egész egyszerűen őt módszeresen és tudatosan ezeket megdolgozta? Nálunk nem volt divat haragot tartani otthon, de a családomban sem. Tehát én ezt nagyon nehezen viselem, és mindig mondom is, hogy olyan furcsa dolog ez, hogy családról beszélgetünk, de soha nem beszélgetünk a család minőségéről. Tehát, hogy nem biztos, hogy az a család, aki vérszerinti családod. Igen. És én rengeteg vérszerinti családtagot látok, akik nem beszélnek egymásról, és én ezt nem hívom családnak.
Tehát legyünk egy kicsit őszintébbek magunkkal. Azok vérszerinti kapcsolatok, de nem család. Nálunk nem volt ez divat haragot tartani. De és én se tartok haragot. Semmilyen mondom. Tehát egyszerűen igyekszem minél hamarabb rendezni. Ha rajta múlik, akkor mindenképpen fogom. Nem biztos, hogy visszaállítom. Tehát nem arról van szó, hogy is úgy csinálok, mintha nem történt volna semmi. Nem. Sőt, tehát ez teljesen világos, hogy ha valami megtörik, az megtörik. De én nem akarom ezt a törött két pálcát hordozni magammal utána már. Gondoltam, akkor megkérdezem, ha beszélünk, hogy volt neked olyan konfliktusod, bármilyen szakmai jellegű, magánjellegű, ami például sokáig nyomasztott téged, és ezt hordoztad, és feloldoztad őt, vagy az élet oldotta meg, és mondjuk még el is meséled? Neveket nem akarok mondani, de van ilyenem, igen, és feloldoztam. És feloldoztam, és azóta szerintem egy élhető kapcsolattá vált, akkor inkább így mondom. A bántás vagy a sérelem, az milyen természetű volt? Egódat sértette, árulásnak vélted? Árulásnak vélted. Általában az árulás, tudod, mindig az igazságérzetem szokott. Általában árulás, igen. Szakmailag is volt ilyen, tehát valaki, akivel jó üzleti kapcsolatban vagy, vagy úgy érzed, hogy korrekt a viszonyod, és akkor egyszer csak valami olyat húz, ami teljesen világos, hogy neked kárt okoz. Tehát ilyen van. De hát milyen ez... mechanizmus lép életben, amikor az ember már kellő nagyvonalúsággal tudja azt mondani, hogy hagyjuk a fenébe, túl vagyunk rajta? A túlélés, az önző túlélés, a saját. Tehát jobb letenni. Igen, magam miatt. Ilyenkor te kezdeményezed? Inkább felismerem a helyzetet, hogy mikor tudom feloldani. Uh-huh. Nem kezdeményezem, de keresem a helyzetet, hogy hogyan tudom megoldani magam miatt. Mert hogy nyomaszt az. Mert hogy engem nyomaszt, és én nem akarom, hogy engem nyomaszt, nyomassza őt. És ilyenkor ez ilyen, nem azt mondom, hogy szimpatikus körülmények közt történik, nem. De van benne valamilyen szertartás jelenleg? Nincs. Kedvesség van benne. Kedvesség van benne, és úgy megoldja az élet, kisimítja. Igen, ki ne akarná, hogy könnyebb legyen. Csak valakinek fel kell ismernie és elindítani azt az első gesztust. Idővel. Ez mindig az idő. Idő. El kell tennie egy időnek. Igen, abszolút. Igen. Azt mondod, hogy sok mindenre rádöbbentél édesanyáddal kapcsolatban. A te életedben, a te fordulópontjaid, a te döntéseid, vagy annak körülményei, azok mennyire nyilvánvalóak a gyerekeid számára? Hát ez nagyon jó kérdés. Erre lennék a legkíváncsibb most, amit feltettél kérdést, hogy ők erre mit válaszolnának. Erre most nagyon kíváncsi lennék. Hogy mennyire lehet nyilvánvaló. Hát azért az utóbbi években nem beszéljük ezeket már napi szinten meg. Azért mi nagyon őszintén beszélgetünk egymással, még akkor is, ha sok mindenben nem, vagy vannak dolgok, amiben nem értünk egyet. Meg nagyon más életet élnek. Tehát ők rendkívül visszahúzódnak a nyilvánosságtól. Tehát őket ez nem hatja meg, hogy így mondjam. Tehát ez nálunk nem volt téma soha, hogy én ki vagyok, meg mi vagyok. Tehát nem kellett tévét nézniük, hogy így mondjam, és nem dívaként járok otthon. Én sem kérdezem a gyerekeimet. Tehát én úgy érzem, hogy én akkor adok szabadságot nekik, ha nem turkálok a jelenlegi életükbe. Pedig kíváncsi lennék rá, természetesen, de nagyon erősen átgondolom, hogy milyen kérdést tehetek fel a jelenével kapcsolatban, nyilván a szakmájával kapcsolatban felmerem tenni, de már a magánéletével kapcsolatban nem. És ha a magánéletével kapcsolatban nem mered feltenni, akkor a reakcióit se fogod tudni ismerni. Tehát egy ponton túl el kellett, hogy engedjem a saját gyerekeimet is, és ők is engem, és tulajdonképpen már egy jó pár éve, mióta külön élünk, nem biztos, hogy tudom, hogy ők mit, miért csinálnak, mert nem a mamának fogja először elmondani. Hú, pedig ez nagyon érdekelheti az anyát. Nem? Nagyon. Hát persze, hát a kíváncsiság, persze. Hát nagyon érdekel. Meg az is, hogy, tehát amikor megkérdezem, hogy vagy, de jól, tudod, tehát amikor még egy szűkített kérdést fölteszel, de látod, hogy nem fogja kifejteni, akkor egy valami nagyon jó. Ha baja van, akkor telefonál. Ez egy nagyon fontos dolog. Azt mind a két gyereknél így van. És tulajdonképpen nálunk ez az őszintességnek egy nagyon nagy fokmérője. Hogy az az első, hogyha valakivel valami baj történik, akkor körbehívja a családot, és elújságolja a szónak
a segítségkérés, vagy, vagy kijönti magából legalább, tehát nem magába hurcolja és dugdossa el, hanem beönti a pakliba, és segítséget vár nyilvánvalóan. Ők mind a ketten már nősek, ugye? Igen, igen. Te anyósnak milyen vagy? Hú, hát nem tudom, biztos rettenetes. Miért lennél rettenetes? Mert nehéz lehet azért az én menyemnek lenni. Miért? Mert az egy vers, egy ilyen, szerintem pedig távol állt olyan. Biztos ez az összehasonlítgatás, plusz egy fiús anya, aki a fiait ráadásul nagyon szereti, tehát én azért egy nagyon fiús anya vagyok. Nagyítóval nézegetted a lányokat régen is? Nem, nagyon elfogadó vagyok. Egy szempont van, és az abban nagyon szigorú vagyok viszont. Lássam, hogy szereti a fiamat. De ez az egy, felelem, úgy néz ki, az mindegy. Na, mosogat, nem mosogat. Az is fontos. Felejtsük el. De ha szereti a fiamat, akkor welcome. Volt is olyan korábban, hogy egy ilyet ész, csak arra vagyok kíváncsi, hogy amikor észrevettél, vagy vettél volna ilyesmit, hogy akkor szólni kell? Ez egy nagy kérdés nekem. Nagy kérdés volt, és továbbra is nagy kérdés, hogy szabad-e szólni. Szerintem nem szabad szólni. Szomorkodni szabad. Otthon egymagadba. Nem szabad szólni. Mert akkor mi történik? Hát nem a te életed. Szomorúan mondom, hogy nem az én védőhálom alatt történik mindez. Egyrészt felnőtt ember biztos érzi őt, csak még nem tudja a megoldást. Ezzel biztatom magam, vagy biztattam magam, vagy biztatnám magam a lányomnál is. Egy lánynál lehet, hogy szólnék. Miért? Mi a különbség? Mert ezt meg kell védeni. Azt meg kell védeni. Ott odaba kell állni. Ott védelem kell, ott el kell mondani, hogy ha-hó, eddig és nem tovább. Én ebben nagyon hátrahúzódok. Tudatosan? De vannak tudatosan, igen. De úgy, hogy közben nem tudom én a férjednek, vagy a barátnőimnek, meg azért úgy duruzsolsz. A barátnőimnek, a férjemnek nem mondom el. De duruzsolsz. Duruzsolok. Dünnyögsz, hogy mindenről dünnyög. De várjál, én mindenről dünnyögök. Igen? Én nem csak erről dünnyögök. Én, ha valamit látok, vagy valami engem izgatom, én dünnyögök a barátaimmal. Uh-huh. Nekem az a szerencsém, hogy én ilyen szelepelek. Uh-huh. Tehát nincs, de észrevettem, te is láttad, nem láttad, és jól gondolom, nem. Tehát, hogy dünnyögök, igen. Azt mondom, hogy nem lehet egyszerű a te menyednek lenni. Miért? Tehát, hogy te egy ilyen nagy felkiáltó jel, vagy úgy családon belül? Biztos, ezt mondják, igen. Igen? Biztos, ezt mondják, igen, hogy tényező vagyok ott. És ha nem akarok lenni, is ott vagyok. Pedig nem akarom, hogy rólam szóljon, de mégis ott vagyok. De ebédeknél, vacsoráknál, vagy hogy érted? Ott teljesen visszavonulok egyébként. Tehát ott én megpróbálok kiszolgáló személyzet lenni. De akkor is, szóval, hogy érted, egy közismert ember menyének lenni, az nem lehet egyszerű. Én egyébként minden lánynak azt mondanám, hogy ezt tolja le, tehát, hogy sikerül inkább barátkozz. Nem feltétlenül. Nem. Tehát azért úgy érződik egyfajta elfogódottság. Hát egy távolságtartás. Távolságtartás. Hát hogy ne? Te ilyen tegeződős vagy? Ilyen tegeződős. Tegeződős. Uh-huh. Persze, hát még gondol, de még magázódnék. Az aztán mindennek a teteje lenne. De látod rajtuk, hogy azért úgy meggondolják háromszor, hogy... Hát igen. Hát most mernél te visszaszólni nekem? Nem lehet egyszerű. Nem egyszerű. Te olyan menny voltál, aki például úgy föltaláltad magad könnyen ilyen szituációkban, és ez a tekintélytisztelet, nem is tudom, jó szó-e, tisztelettudás nem jellemző. Rendkívül jó viszonyom volt mind a két anyósommal, ha ezt kérdezed. Rendkívül jó viszonyom volt, de én nem voltam barátnő. Soha. Uh-huh. Tehát lehet, hogy az is egy helyzet, amikor valaki úgy szeretné, ha kismenye lenne valaki. Én nem voltam soha senkinek a kismenye, hanem mindig egy önálló utas voltam. Talán szerencsém volt, hogy egyik anyósom se várta ezt el, hanem rendkívül szépen bedolgozódtak az életünkbe. És én nagyon sokat köszönhettem nekik. Elképesztő, hogy milyen módon nem szóltak bele az életünkbe. Én ezért hálás voltam. Uh-huh. Nem szóltak bele. Uh-huh. És hát, hogy ezt lested el, hogy igen, azért így is lehet. Hogy nem akarok beleszólni. Uh-huh. De ha bántja a fiamat, az más. Igen. Hát szeresse, ez a lényeg. Szeresse, ez a lényeg. Ha mosogat. De az se baj, ha nem. Válasszunk kérlek egy másik témát. Kérlek szépen, korrigálnom kell.
A korrigálnom kell, az a könyvírásra vonatkozik. Igen. Mert hogy te azt mondtad Szilágyi Jánosnak egy olyan 2000-es évek, szerintem közepén készült interjúban, Kollégák című műsorban, hogy ha valamit nem neked találtak ki, az a könyvírás. Képzeld el. Azt mondtad, hogy te gesztikulálsz. Igen. Te kikacsintasz. Igen. Neked kell a metakommunikáció, a hangsúly. Igen. És az, hogy ülsz és rovod a billentyűzetet, az neked nem megy. Igen. Hát ehhez képest már nem tudom, hány könyvem vagy túl. Igen, de ehhez kellett az a bizonyos 2016. Ehhez kellett. Ezt is nagyon hálásan megköszönöm, hogy visszakaptam azt a műfajomat, ami a bölcsészkarból fakad az emberben. Hát hiszen 5 évig írni kellett mindent, és mindent is, és mindent olvasni. De hát ennél sokkal könnyebb volt beszélni. Tehát nekem egy csodálatos eszköztárat adott az élet azzal, hogy a színművészetén megtanultam többfelé figyelni, megtanultam beszélni, gesztikulálni, bánni a testemmel, a kifejezéseimmel, és utána jött az, hogy megtölthettem gondolattal. Tehát ez egy óriási könnyebbség szemben azokkal, akik vagy ezt, vagy azt kapják először, vagy az egyiket egyáltalán nem is kapják, hiszen az eszköztárral sajnos a mi szakmánkban nem kell rendelkezni. És ehhez képest borzasztó lassúnak tűnt írni. Azon kívül jött egy műfaj, amit én tulajdonképpen az első könyvvel saját magamnak megtaláltam, hogy én beszélt nyelven írok. Tehát, hogy megpróbálom azt a sebességet tartani, amivel beszélek. Ez a hepehupa volt? Az a hepehupa volt, de azt nem én írtam, azt a Vajai Zsófi írta, illetve közösen, de ott volt egy írom, csak rólam szólt. A Megúszhatatlan volt az első könyv, ahol hát ott megszenvedtem a saját nyelvezetemet, hogy ott tényleg azok a szófordulatok legyenek, úgy és csak úgy. És ott nagyon komolyan kellett megtanulnom azt, hogy én nem szép irodalmat írok, én a magam kifejezései, a magam gondolatrendszerét kell írott formába, és nem is beszéltbe, írottan, de mégis a beszélt saját, nyelvem sajátosságait megtartva. És amikor ez már megvolt, és ez a Megúszhatatlan volt, azóta nekem ez egy terápia. Mert mindig több volt a mondandóm, mint amennyit a televízió tőlem elvárt. És itt csapra verheted. És itt csapra verhetem. És egyre kevesebb mondandót kért a televízió, és egyre több maradt. És ez most már így van. És okoz annyi örömet, mint mikor úgy a televíziózást nagyon élvezted? Persze. Most okoz. Most okoz. Tehát amikor megszületik egy ilyen könyv, mint a Napos B oldal, ami ugye most 2 év után született meg, akkor az egy szülés. Tehát ott tényleg az van, valami megszületik, hogy valami ott van, ami addig csak az én fixaidám volt, és csak azt gondolom, hogy csak engem érdekelt, és akkor egyszer csak világossá válik, hogy ez nem csak engem érdekel, ez mást is érdekel. Azt írod ebben a könyvben, hogy a tévedéseimet és a hibáimat is megszerettem. Mondasz is egyet, hogy mit például? A tévedéseimet és a hibáimat, hogy hány tévedésem volt, rengeteg. Amit úgy megszerettél, mert ez engem nagyon érdekel, ez lett volna egyébként a NASZ, hogyan kell. Az hogy kell csinálni? A tévedéseimet humorral, viccet csinálok belőle. De hogy ne arra gondoljunk, hogy ezt nagyon elrontottam, hanem arra, hogy azt megszeressem. Az is az enyém, az az én hibám is az enyém, az én voltam. Ezt akkor tudod megtenni, ha utána jön valami jó. Tehát, hogyha benne ragadsz egy hibába, akkor nem vagy olyan humoros azzal, de amikor már látod, hogy nem volt ennek akkora jelentősége, mint amekkora te tulajdonítottál neki, akkor célszerű humorral tovább lépni, és ilyen azért volt nekem. Tehát akkor valamire nagyon rágörcsöltem, akár szakmailag, akár emberileg, akár kapcsolatban, és akkor utána egyszer csak kiderült, hogy tök jelentéktelen volt. Akkor jobb, ha az ember ezt is felvállalja, hogy figyelj, hát azért én ráizgulós típus vagyok. Bizony, volt olyan, amikor én is belekényszerítettem magam ilyen vagy olyan helyzetekbe, hogy máshogy tekintsenek rám, mint nőre. Vagy volt olyan, hogy így öltöztem, vagy úgy öltöztem, vagy azt hittem, hogy ha ezt csinálom, vagy azt csinálom, akkor róla majd az van, hogy ez vagy az. Tehát, hogyha ezeket én nem írom le, akkor teljesen okafogyott könyvet írni. Hogy is mondta anyukád? Nem minden jó, de minden jóvá tehető. De minden jóvá tehető. Akkor maradjunk ennyibe. Örülök, hogy láttunk, hallottunk. Köszönöm. Nagyon köszönöm.